Na gyerekek, rendeljetek, mint a vendéglőben. Mit tennétek? Vadhúst? Vagy konzervet? Na csak rajta, mondjátok! Ne legyetek szégyenlősek, mondta a gyerekek felé fordulva Alex, és széles mosolyt erőltetett a fáradt arcára. Lassan arcára húzta Gázál arcát, vállára vette terepszínű hátizsákját és dupla csövű sörétes puskáját. A rongyos ruhákba öltöztetett gyereksereg sivalkodása élesen vízhangzott a bunker vastag betonfaláról. Mind egyszerre akarták a Stalker értésére adni, hogy mit ennének szívesen. Viszont a helyzet korábban sem volt ennyire egyszerű. Megint ki kell mennünk? Kérdezte ingerülten Alexet Zalán, miközben akkurátusan fegyverét tisztította. Muszáj, szólt vissza Alex határozottan. Ha nem megyünk ki, legalább négyen, rövidesen elfogy az összes tartalék. Záros határidőn belül éhen fogunk dögleni. Mindannyian. De ezt te is tudod. Zalán nem szólt semmit, csak némán bólogatott. Majd megkérdezte. Rádióüzenetet fogtatok? Nem. 6 hete semmi. Budapest se válaszol. Szedd össze Attilát, meg Norbit. Semmi mást ne hozzanak magukkal, csak vizet és lőszert. Ellenőrizzétek a gázálarcukat és a ruhájukat. 1 óra is indulunk. Érted? Oké. Merre megyünk? Szentpéteri kapu. Gyógyszer és kaja. Amennyit elbírunk. Bassza meg. Olyan messze. Nincs más választás. 1 óra múlva ugyanitt. A lámpák és a gyertyák gyönge fénye halványan világította meg a betonbunker felső falát. 4 hatalmas árnyék jelent meg lassan a kijárathoz vezető szűk folyosón, ami egy felfelé vezető lépcsőhöz vezetett. A hegy oldalába White Bunker észrevehetetlen volt. Akárcsak azok a járatok, amiket a patkányok ásnak. Miután a 4 férfi végigment a szűk folyosón, lassan, hangtalanul felsétáltak a lépcső tetejére. Még egyszer utoljára ellenőrizték gázmaszkjukat, fegyvereiket és felszerelésüket. Alex a többiekre nézett és bólintásával járt adott az indulásra. Lassan leemelték az ajtóról a vasreteszt, ami nagyot csikordult. Lassan, lomhán fordult a merebb vas ajtó zárja, majd nehézkesen kinyílt a bunker rozsdás fém ajtaja. Az egykor menedéket nyújtó sűrű erdőlombjai most csupaszon, halottan égtelenkedtek a félhomályban. Levelek nélkül, megégve és száradtan, élettelenül magasodtak a meredek hegyoldalon. Zalán ránézett az órájára. Nagyjából tényleg délelőtt 10 óra lehetett. Valószínűleg július. Ehhez képest majdnem teljesen sötét volt, és -10 fok. Az eget egyáltalán nem lehetett látni. Ha felnézett az ember, csak egy szürkés fekete rengeteget látott, ami az egész szeget eltakarta, hosszú évek óta. Alex egy pillanatra elgondolkodott, mikor látott utoljára a kék égből valamit. Lehetett az 8 éve is, vagy inkább 10. Nem tudott pontosan visszaemlékezni. Odalent összefolytak a napok, az emlékekről nem is beszélve. Lassan, nesz nélkül mozogva, egymás hátát biztosítva haladtak a domboldalon felfelé, a hegy lábához. Lassan a sötétben ki tudták venni a lebombázott, lerombolt bérházak sziluettjeit, amelyeknek a nagy része még mindig állt. Néha a szemük sarkából gyors, szökkenő árnyakat láttak a sötétben tőlük nem messze mozogni, amíg egyre közelebb és közelebb merészkedtek hozzájuk. Gyorsabbnak kell lennünk, igyekezzetek! Szólt Alex, és gyorsan a háta mögé nézett, de addigra a gyorsan mozgó árny eltűnt. A kis csapat lassan leért a hegy lábához, amitől pár méterre egy hosszú aszfaltút feküdt. Igyekezzetek! Nem maradhatunk sokáig fedezetlen úton, így meglátnak minket. Minél előbb a városba kell érnünk, különben végünk. Nem időzhetünk itt. Az út melletti fehér tábla félig le volt fordulva az oszlopról, de még sötétben is ki lehetett venni a rozsdás táblán lévő feliratot. Miskolc 5 kilométer.